Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Debrecen Televízió nézőit. A próbajáték mai adásában floorball edzéssel jövünk a Deac floorball csapatához a Kecskeméti János sportcsarnokba. Érdemes tudni a sportágról, hogy Zoli már korábban játszotta, tehát őnek nem ismeretlen ez a terep, de Somának a viking kinézete pedig a skandináv eredetű játékhoz kifejezetten passzol. Meglátjuk, tud-e meglepetést okozni. Ebből próbálok előnyt kovácsolni. Még az is lehet, hogy sikerül. Egyébként a floorball egy tényleg skandináv eredetű játék. Nagyjából azoknak, akik a jégkorongot akár a keménysége, akár a korcsolyázás miatt nem annyira kedvelik, de szeretik magát a játékot. Ezt a fajta zárt teret, ugye palánk van itt is, bár kicsit kisebb, szóval nagy részt a jégkoronghoz hasonlít, de majd folyamatosan edzés közben a részletekkel úgyis megismerkedünk. Varga Tibor, a csapat vezető edzője lesz majd segítségünkre. Szépen lassan be is állunk, mert a srácok már elkezdték az edzést. Azért így már értem, hogy a keménység és a jégkorcsolya tudás miatt inkább ezt választottad. Műanyag lyukacsos labda van, ugye a tömör fekete gumikorong helyett, nyilván sokkal könnyebb. Az ütők pedig a vége nem tömör, hanem egy kicsit ilyen rácsos kinézetű, nyilván alkalmazkodik a labdához. Az ütőfogás az nagyjából ugyanolyan, tehát nem mint a seprűt, hanem mint a jégkorong. Mint a seprűt. És érdemes elmondani, hogy a Deac csapata egyébként az első osztályban vitézkedik, tehát ennek a sportágnak is egészen szép útja van itt Debrecenben. És nagy hagyománya egyébként, volt itt bajnokcsapat 12 évvel ezelőtt, 2007-ben, megtelt a hódos a bajnoki döntőre. Ügyesek leszünk és felfedeznek minket, lehet, hogy akkor 12-3 év után ismét két Debrecen televíziós kíséretében és segítségével ismét bajnokcsapatot ünnepelhetnek. Lássuk tehát akkor így. Oh. A jó, előbb egy labdával, felálltok egymástól. Két-három, az a sárga vonalra, jó? Melyikre? Még egyel arrább, és akkor hadd menjen a tenyeres ütés, igen. Mutatom. Oké, okay, az jó lesz. És csak hátraengedem az ütőbe, és akkor innen ütöm vissza. Aha. Hátraengedem, és ütöm vissza. És arra kell törekedni, hogy a labda ott maradjon a földön. Ne menj messzebb, még a közel is nem. Nehezítsünk egy kicsit. Már is? Már is. Úgy jössz bele. Két labda. Egyszerre, várjál. Hadd menjen. Egész jó. Várjál. Felhangozódtak a labda. Következő lesz a feladat, rápasszolod a padra a labdát, a visszapattanó labdát pedig lőjük kapura, jó? Ez megvan, utána megyünk középre, utána megyünk másik szélre és kezdjük előre. Így van és lőjük el! Nagyszerű, csodálatos volt! Jövünk középre! Mehet! Mehetünk? Erősebb legyen a passz! Jövünk középre, egy kicsit hátrább viszem, rápasszolod és megpróbálod a pad fölött előni, jó? Úgy van, megyek és nagyszerű, mint aki 1000 éves csinálja. Nem akarsz a Deachoz igazolni? Rápasszolom a padra, közelebb megyek és meglövöm. Nagyon jó. Egy kicsit elrébb. Majdnem. Próbáljuk meg még egyszer, nem adjuk fel ilyen könnyen. Menjen a passz. Úgy és egy kicsit nyúj hátra. Úgy van, jó lesz. Következő az menjen. Átveszem, nagyon jó. Mert és lőjük el tenyeressel, és egyből próbáljuk előni. És egyből lövöm. Nagyon jó. Túlságosan távol állsz a labdához. Próbálj meg egy kicsit közelebb lépni a labdához. Oké. Jó. Lánci András, készítsd az igazolást! Ez jót tett az én lelkemnek is. És? Zoli, kéne egy labba. És csak? Csináljunk még ebből? Hát ez az utolsó, szerintem jó. Úgy jó. Király, mind a kettőtöknek megvan az igazolása. Most beállunk a skacokhoz, úgy tudom. Ne félj, Soma! Ne féljek! Nem tudom, igazából rég voltam ekkora pánikba. Azért ilyen
mély vízben régen ugrottam szerintem fejest. Szeálltak, mindjárt nézem. Na, megyek persze. Húha, de megyek. Próbálom lelesni tőletek. Az igen. Na figyelj, Gabikám. Most ugrik a majom a vízbe. És hadd menjen a lövés. Szélesebben fogjuk az ütőt. Szélesebben. De nem passzol. Nem. Most átmegyünk a túloldalra. Úgy van. Ő hozza a labdát. Gyere. Kapod vissza. Úgy van, megy a... Igen, hova? És indulj el, mert te fogod befejezni. És lőjük el. Nagyon jó. Megy a passz, két kézzel fogom az ütőt. Megy a passz. Kapod vissza, és nagyszerű. Csak azért nem csapok nagyot a földre, mert nem az én ütőm. Kapod a labdát. Hagyjad, Bence. Gyere velem, van. Gyere el mögött. Hogy mit csinálsz? Szép! Hoppá! Nem baj, még egyszer! Hozzák vissza a kezem! Ez a legveszélyesebb. Kapu elébe sorgó. Csak maradjon a kezembe az ütő. Ügyes. Ez a baj meccsen is. Garanciába kicserélik. Nem mernék én arra, azért ez már agy is kell amúgy, megsugom. Most vannak a bajok. Ez az kicsi kapura. Nagyszerű. A labdát eltalálta a kaput, nem? Szép. Mondanám, hogy kezdenek visszajönni a mozdulatok, de nem. De hány évig játszottál? Hát így szakaszosan részletekbe, de vagy 4-5. Na és milyen szinten? Hát most általános iskolába kezdtük el, aztán középiskolába már egy fokkal jobb. Ott lányok segítettek nekünk, Egerben nagyon jó volt a lányszorban. Miben? Csak a játékban? Hát alapokban, meg nyilván most taktika, meg nagyon sokat fejlődtünk. Aztán ide kerültem Debrecenbe az egyetemre, akkor kértem a srácokat, hogy kérdeztem, hogy hogy van, mint van, akkor még nem Deac volt, hanem Debreceni, emlékszem már a nevére. Egyetemi Atlétikai Klub, akkor még úgy hívták. Máshogy émlik. Nem, szóval játszottam a srácokkal is, de akkor még sokkal kevesebben voltak meg, nem ilyen szervezett körülmények között. Ez most itt nagyon profi. És hogy ilyenkor nem ébred fel benned a vágy, hogy újra kezd? Dehogy nem. Csináljuk azt! Ricsi! Így lesztek hárman, jó? Hú, szegény Ricsi. Jó? Nekem is ez jutott eszembe. Ki marad ki? Ti hát négyen. Jó, figyelj csak, nem. Akkor úgy lesz, hogy ti lesztek négyen a kicsi, Ricsi meg ti ketten, jó? Meg a nagy. A zsere pozíciót már egyben meg is kaptál. Hána, most a kapitányi karszalaga nem érted. Ahhoz azért nekem sem lenne arcom, pedig sok mindent elvállalok. A védekezésbe kevesebbet kéne futni, mert mindig üresbe kell futni. Az a legrosszabb, aki nem van a labda, az futja a legkevesebbet. Aki nem nincs, az fogja mindig üresen. És ez a nehéz a kis pályás játék, hogy hárman vagyunk, és mindig futjuk el. Ti mentek. Egy az egybe? Négyen megyünk, vagy hát három? Sorokat cserélünk, úgyhogy ti mentek. Most négyen vagyunk. Ne, te is mész. Te is jössz, mert négyen vagyunk. Hát az nagy erő. Így kevesebbet kell futni. Bravo, Zoli! Kapura lövés. Gyere! Közepe! Szép! Cserélj! Mi a franc? Hába kérdezte! Segítettél! Csináld meg, kicsi! Úgy van! Nem baj!
Ah, bocs. Szép. Cserélünk. Az assziszt. Nagyon okosan. Átengedtem. Cserélünk. Na milyen? Jó, nagyon. Így, hogy egy gólt lőttem, így már vele madarat lehet fogadni. Gyanítom, azért taktikai érzékünk nem sok van. Ne ebből képzeljetek el 3x20 percet. Na még egyszer. Gyere vissza! Na még egyszer, bepassz! Nem tollas labda, térd alatt, Bence! Megint a 2 perces kiállítás! Arra hajtott! Bocsánat! Na, lő! Szép volt a passz! Zolikám, hogy értékelted az első 3-1 elleni játékot? Keményebb volt, mint annó Egerben? Tekintve, hogy most 4-en voltunk, 3-ellen, így bemelegítőnek jó volt. Nagyon élveztem. Örültem, hogy tudtunk egymásnak jó passzokat adni, jókat lőni. A következő feladat, ami már a challenge-nek is a része, büntetőt fogunk lőni, és fontos tudni, hogy nem szabad elhagyni a labdát, mert akkor az érvénytelennek számít. Szóval nekem ez így már dupla kihívás, mert egyes, hogy be kell találni, kettő, hogy nem szabad elhagyni a labdát. Ó! Azt azért megetettem a kapust. Erre nem számított. Soma, bármit csinálsz, megnyered. Köszi! Köszi! Hát ezt magam sem gondoltam volna, hogy ilyen sikeres leszek. Szép! Szép volt, Szabi! Zolinak ez most nagy tétel bír. Most nagy pályás florban fogunk játszani, 5+1-be, jó? Rendben. Egy-egy cserével. Ahogy szoktuk játszani ezt a florban, ennyi. Tehát hivatalos szabályok hivatalos szerint játszunk. Szabályok szerint, igen. Egymás ellen játszunk Zolival, a dolog pikantériája. A jobb oldali védő egy kicsit lemaradt az előbb. Az nem tudom, ki volt. És lőjük el! Nagyszerű! A passziszt! Na gyere, jó, megfoglak. Szívem szerint már most elkészíteném az igazolást nektek, és a hétvégi bajnoki mérkőzésen szeretettel látnánk benneteket. Úgyhogy köszönöm, hogy itt voltatok, nagyon ügyesen játszottok ahhoz képest, hogy először. Abszolút szűz voltam ebben a sportágban. Hogy te már használtad az ütőt. Az alapokra nem az alapok, az alapok azok megvannak. Szeretettel látnánk mindenkit, különösen az általános iskolásokat, mert ők még fejleszthetőek, és nekünk igazából utánpótlásra lenne szükségünk. De mindenki, aki ütőt fog, annak javasolni tudnám ezt a játékot, mert rendkívül jó, gyors, rendkívül látványos és szórakoztató játék. Én ugye most fogtam először ütőt is, ahogy mondtad, de hát egyben magával ragadott, és tényleg nehéz most már, mert bármelyik sportot kipróbáljuk, mindig ez az érzés, és mindig az utolsó a legjobb. Ez sem kivétel ez alól. Én személy szerint tényleg kokától bokáig átizzadtam magam, és tényleg... Igen, nagyon jó kardió edzés, látom. Elképesztően jó, hogy átmozgatta az egész testemet. Meg hát ugye van egy labda, itt a pályán, ami rendkívül sokat számít, mert ezáltal biztos, hogy nem unalmas sportág.
Egyébként te vagy a leghitelesebb közvetítője ennek a játéknak most, hogy tényleg minden izmot megmozgat. Hát na, ez lehet, hogy egyrészt pozitív, másrészt... Ne, ez teljesen pozitív. Debrecenben nagyon-nagyon aktív lett a floorball élet megint. Magyar Kupa 4-es döntő és bajnoki elődöntő is vár rátok. Mikor lehet meglátogatni egy-egy mérkőzést, hogyha valaki mondjuk edzése nem, de úgy megnézni egy floorball meccset? Február 16-17-én Magyar Kupa Final Four-t fogunk rendezni. A női és a férfi szakág is itt fog Debrecenben megmérkőzni a Desokcsarnokban. Hát ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy két nap tömény floorball. Gyakorlatilag tényleg mondhatom, hogy a hazai majdnem legjobb csapatokkal. A férfi mezőny miatt egy kicsit vérzik a szívünk, mert sajnos mi nem tudtunk bejutni itt a legjobb négy közé, de ettől függetlenül nagyon bízunk benne, hogy egy színvonalas rendezvényt fogunk látni. Következő challenge a dekázás. Lássuk, hogy szűzkéz mennyire szerencsés. Hát, legyen 3,5. Úha! Iskola! Hát azt hiszem, ez Zoli nyerte. Valaki tud dekázni, az igazából semmit. Akkor legyen egy olyan, ami viszont érhet. Mi lenne a következő, az lenne, hogy egy ilyen egész pályás. Mondjuk, ha üres a kapu, kapus kiszalad üdítőjére, és akkor észreveszed, az beíveled. Vagy csak simán leviszik. Vagy csak simán leviszik, de... Jó. Én a racionálisabb ember vagyok, szerintem ez simán megtörténhet. Egymás után, vagy egyesével? Vajon elmegy-e odáig? Az már majdnem. Oldalvonal. Az már majdnem. Gyepes ölvés. Jó lövés, bedobás. Oda néz. Na, menj, menj, menj! Még nem tudok más tenni, gratulálok. Köszönöm, de még egyet hadd lőjek. A saját önbizalmam érdekében még párszor megpróbálom, nyilván játékon kívül. Ne csináld már!